Üdvözlök mindenkit! Igen, tehát a lila pereszke és a lila színű pókáros gombafajokat nagyon könnyen össze lehet keverni. Saját tapasztalata, amikor én ezt a gyönyörű kék pókáros gombát megtaláltam, akkor ezt föltettem ugye a Facebookra, és rögtön az első bejegyzés, hú, milyen jó lila pereszke, meg mit tudom én, szóval jöttek rá, tehát ez egy valós probléma lehet. Ugye, egyrészt a pókáros gombák mikorhizás gombák, a lila pereszke pedig szaprofita. Most általában ugye ha egy szaprofita gombát, ha kiveszünk a talajból vagy a lomból, akkor ugye az nyilván abból él, tehát jól összefogja a micéliuma. Tehát a tönk alján egy csomó levél, egyéb maradványt lehet látni, míg hogyha egy mikorhizás gombát veszünk ki a talajból, akkor általában ez nem jellemző, tehát inkább talajszemcsék, talajmaradványok vannak rajta. Ez már egy mérvadó lehet elkülönítésüknél, ugye általában a szaprofiták és a mikorhizások között. Akkor, amiben többé kevésbé megint megegyeznek, ugye a lemezüknek a lefutása a tönkre, ugye mivel egy pereszkéről van szó, ugye pereszke foggal megy rá, tehát azt jelenti, hogy fölkanyarodik a tönk előtt, aztán lefut. Aztán más pókáros gombákra is jellemző ez a lefutó, felkanyarodó, lefutó lemez, de ott ugye nem hívjuk pereszke fognak, mert ugye mivel nem pereszke, ezért nem lehet pereszke foga. Igen. Hát ugye, ezt akarom kihozni, hogy ha valaki meglát egy úgymond pereszke fogat, az ne higgye azt, hogy az biztos, hogy pereszke. Tehát Igen. Tehát máshol is előfordul a pereszkefog. A másrészt a spóraporuk színe merőben más, ugye a világos spórás gomba, a lila pereszke és által a pereszkefélék, a pókhálósok pedig ilyen vöröses-barnás spóraporral rendelkeznek, és ugye a részleges buroknak a pókhálószerű maradványában, ami rátapad a tönkre, abba hullik bele, és akkor ott jól lát. Ható itt ezeken a részeken a rögyben a spórapor. Másrészt az illatuk is egész más, ugye a pókáros gombáknak mindenféle, sokféle illatuk lehet, a lila pereszkének meg ilyen fűszeres, kellemes illata van. Az egy ehető gomba, a pókáros gombákat általában azt mondjuk, hogy étkezésre ne használjuk őket. Zárójelben van köztük jó pár faj, ami alapvetően étkezésre alkalmas lenne, de nehéz őket meghatározni, úgyhogy inkább ebben ne bonyolódjunk bele, hogy melyik ehető, melyik nem. Jó, tehát három faj, két galóca és a fehér tarlógomba. A legnagyobb veszély az lehet, ugye, hogy mindhárom faj vagy fehér, vagy lehet fehér. Tehát a gyilkos galócának is van egy olyan változata, hogy teljesen fehér a termőtest. Itt ez is meg lett itt csöppentve kálium-hidroxiddal, de csak megmarja, tehát nincsen színreakció. A fehér galócánál van ez a okkersárga reakció, tehát ettől a két faj elkülöníthető, de gasztronómiai szempontból nincs különösebb jelentősége, mind a kettő halálosan mérgező. A fehér tarlógomba viszont elvileg egy ehető gomba, és tulajdonképpen nem is olyan rossz étkezési szempontból. Viszont az ilyen abszolút fehér gombák gyűjtését azt nem ajánljuk a esetleges összekeverhetőség miatt, bár itt azért jól elkülöníthetőek ezek a fajok, hiszen a galócáknak jellegzetessége ugye ez a bocskora, akár a gyilkos galócának, akár a fehér galócának. Azt szeretném megjegyezni, hogy akár mind a két galócafaj előfordul homokos talajon, és ott olyan mélyen ülhet a talajban, hogy gyakorlatilag a bocskorát nem lehet látni. Tehát, hogy valaki csak úgy veszi, hogy oda megy, megnézi,
hopp, nincs bocskora, jaj, de jó, akkor nem lehet gyilkos galóca, az nagyon fog csalódni benne. Van is lesz az egyik fotón, hogy nem is nagyon látszik a bocskora, az pont ilyen homoki. Igen, ilyen homokos területeken. Érdekes, figyeltem, hogy kötött talajon, ilyen erdei, tehát hegyvidéki kötött talajonkon, ott egész jól lehet látni. Ha maximum a lombot kell akkor elhúzni, de a homokos talajon a lomb elhúzása is kevés, tehát ott kifejezetten ki kell ásni a tönk alját, akkor lehet megtalálni a bocskorát, ez lehet egy veszélyfeljárás. Ugye a tarlógombának nincsen bocskora. Gyenge galéria van, ami kicsit mozgatható, de nem túlságosan, mert nagyon könnyen leszakad vagy rátapad a tönkre. A gyilkos galócának pedig szép, nagy, hátyás galéria van, amiben egyeznek még, hogy kifejezetten fehér lemezeik vannak, és idős korukban a galócáknak megmarad a fehér, a tarlógombának már inkább kicsit rózsaszínesedik a lemeze. És a spórapora is inkább ilyen rózsásba hajló, mint a galócáké. Tehát a tarlógomba ehető, a másik kettő pedig halálosan mérgező. Aztán a tönk mintázottságot is meg lehet figyelni, hogy ilyen fehér sima tönkje van a tarlógombának. A galócáknak viszont kígyóbőr mintázat mindig megfigyelhető a tönkön, még akkor is, hogyha ilyen fehér termőtestről van szó, csak úgy a fehér alapon a fehér minta, az csak ilyen fényjátékkal lehet észrevenni, de ha jobb megfigyeljük, még a fehér tönkön is jól látszik, hogyha a sötét még ettől is jóval sötétebb lehet egy gyilkos galócának alapja, akkor az sokkal jobban látszik rajta ez a mintázottság. Hasonlatos egyébként, mint az őzláb, a nagy őzlábnak a mintázata, csak más gombáról van szó. Tehát a nagy gomba és a májusi pereszke. Hát úgy habitusra, kinézetre hasonlatosak egymáshoz, az illatuk is hasonlatosan lisszerű. A termő idejükben már eltérnek, tehát a májusi pereszke az egy korábbi faj, a nagy döggomba az később jelenik meg általában, de sose lehet tudni, hogy nincs egy kis átfedés. Mindkettő lomberdőben fordul elő. A májusi pereszke ugye egy kiváló étkezési gombánk, a nagy döggomba viszont egy kifejezetten mérgező, sőt akár halálos mérgezést is okozhat nagy mennyiségben. Tehát, hogy miben különböznek egymástól mégis a termőidőn kívül. Ugye a májusi pereszkének az egyik, a szagán kívül a másik fő jellemzője a kifejezetten sűrű lemezállás. Ha megnézzük a nagy dőgombát, annak egy normál lemezállása van, tehát nem olyan sűrű. A lemezek fiatalon a nagy dőgombának kifejezetten sárgák, a májusi pereszkének ilyen inkább fehéres sárgás, tehát nem annyira kifejezetten sárga, inkább fehérbe hajló. És idősebb korban egy picit sárgásabb lesz esetleg a májusi pereszkéjé, viszont a nagy döggombáé viszont rózsásodik, tehát rózsaszín lesz. Ugye a döggombáknak általában jellemző a rózsaszín spórapor. Ez az egyik olyan tulajdonság, amiben eltérnek. Másrészt a kalapnak a jellege, a májusi pereszkének egy ilyen matt kalapja van, míg a nagy döggombának kis fénylő a kalapja, mint általában a döggomba féléknek, és főleg, hogyha idősebb példányról van szó, akkor a kalap már kicsit olyan kajláb, tehát nem szabályosan kerek kalapról van szó, hanem hullámos a kalap széle. Akkor igen. Tehát a májusi pereszke az ilyen április, május, esetleg június eleje, ugye a nagy dőgomba pedig inkább nyáron, illetve kora ősszel fordul elő. Általában a méretben is különbözőek, a nagy dőgomba az tényleg egy hatalmas méretű példányokra tud megnőni, a májusi pereszke egy kicsit szolidabb, illetve általános tulajdonság ugye a dőgombáknak, hogy széles lemezük van, és nagyon vékony a kalapúsuk, míg a májusi pereszkének pont fordítva van, a sűrű lemezek általában azok keskenyek szoktak lenni, és sokkal komolyabb kalaphúsa van a májusi pereszkének. Jó, tehát a rizikefélékről. Ugye a közkedvelt
gombái közül a rizike, illetve a illetes rizike. Hát ugye általában 4 rizikét szoktunk szedni, azok nagyjából elég jól hasonlítanak egymásra, főleg a tejnevnek a színe, annak a változásai alapján el lehet őket különíteni, de különösebb jelentősége nincs, ez a 4 gyakori rizikefélénk mind kiváló ehető gombák. Nem úgy, amik nagyon hasonlítanak hozzá, ilyen áll rizikék, a nyírfaszőrgomba vagy a begöngyölt szélű tejelő gomba. Hát színükben, ugye főleg fiatalon a nyírfa szőrgomba, úgy hasonlatosan narancsos, vöröses színű, mint a rizike, és még néhol kicsit a zónázottság is jellemző rá, amiben kifejezetten eltér a kettő egymástól. Egyrészt a tejnet színe, ha megnézzük, itt narancsos, vagy ha másik fajról van szó, esetleg kapásból vörös színe lehet. A nyírfa szőrgombának fehér és csípős, égetően csípős. Tehát nálunk ez mérgező gomba. Ez is példa arra, hogy bizonyos helyeken, északi népeknél ott bizony elfogyasztják ezt a nyírfa szőrgombát is. Nem tudni, mi az oka, hogy jobban bírják, vagy nem csíp nekik, vagy nem tudom, mi lehet a főzés után elmegy, de... De nálunk ez alapvetően egy mérgezőnek tartott gomba. Másrészt, ha főleg a kalap szélét, ha megnézzük, de nincs ilyen bozontos szőrözöttség, tehát az ízletes rizikénél a szőrgombákra jellemző ez a bizonyos erős szőrözöttség a kalap szélén. Aztán, ha nézzünk egy egyéb áll rizikéket, ha megnézzük ezt a begöngyölt szélű tejelőgombát, ugye ennek is van tejnedve, szintén fehér, de csípős a termőtest, és nagyon jellemző rá ez a tönkön lévő kavernázottság, ilyen kis bemélyedő foltok, amelyek ilyen sárgábbak, ez a rizikérés nagyon jellemző, itt is jól látszik, és hogyha ilyen idősebb, kifakuló rizikét látunk, akkor színében gyakorlatilag ugyanaz, hasonlatos a zónázottsága is, amiben viszont merőben eltérnek egymástól, hogy rizikéket mindig fenyőerdőben kell keresni. Tehát az fontos, tehát semmi esetre nem nyíresbe, meg nem tölgyesbe. Tehát mindig fenyőerdőben. Tehát ugye a papsapka gombákat lehet összekeverni a kucsmafélékkel, és főleg egy olyan példát ragadtam ki, ami velem is megesett, saját bőrömön tapasztaltam meg. Mondjuk egy pár másodpercig tartott a dolog, de aztán azért meglepődtem, tehát kétségtelen. Hát igen, amikor szedegeti az ember a kucsma, csekkucsmát, szeded a 10., a 20., az 50., ott van egy 51., olyan sárgás, barnás valamit, kilóg ugye, ennyit lóg ki a talajból, hát oda megy, azt leszeded, aztán fogod, próbálod bedobni a kosárba, és akkor vettem én észre, hogy valami nem stimmel. És nyár, igen, tehát azt mondom, a termőidő és a termőhely is ugyanaz. Tehát mind a kettő tavasz, kora tavasszal egy helyen nyárasban fordulnak elő. Ugye ez a sújtásos papsapka gomba és a csekkucsma. Ugye az előadásban mutatta Lajos, ott olyan képet tettünk be, ami ilyes, ez volt. Ugye nem látszik az a bizonyos süveg illeszkedés, de itt ezen már látszik, hogy csak a csúcsán illeszkedik. És belül ilyen vattás a tönk, aztán hogyha idősödik, akkor persze ez is kiüregesedik. Egy ilyen spermatikus illata van, ez jellemző erre a gombára, míg a sújtásos papsapka gombát, vagy általában a papsapkáknak a süvege a sokkal szabálytalanabb, és ha ketté vágjuk, akkor is ilyen teljesen torz belső részeket találunk össze-vissza gyűrődve, és ami a legfontosabb, és könnyen észre lehet venni, hogyha megnézzük a tönköt, akkor gyakorlatilag a csekkucsmának egy sima tönkje van, maximum ilyen kis ezüstös szárazok, ilyen övek lehetnek rajta, de a sújtásos papsapkának kifejezetten mélyen bordás a tönkje. Én láttam olyan példányokat, hogy gyakorlatilag át lehet rajta látni, tehát teljesen átszakad a tönk. Hát a sújtásos papsapka gomba, ugye egy Helvella faj, vagy nyilván Helvella savat tartalmaz, ami ugyan hőre bomló méreganyag, de ezt mégis mérgező gombának
könyveljük el, és hát ezért célszerű elkülöníteni és gyűjtéskor nem összekeverni a két fajt egymással. Hát ez szép, mert ha megígnék az összes kép, ugye ilyen nagy fehér gombák. És mégis ez három faj. Hát, hogy egyszerűbb is legyen, azért így sorba rendeztem őket, hogy oszlopszerűen, hogy a három faj hogyan különül egymástól. Hát a legnagyobb méretre növő faj ez a pelyhes keserű gomba, ami nem ehető. Érdekes módon a tejnedve nem csíp, de a húsa igen. Tehát ez nem ehető. Késő össze, általában nyár második felében inkább őszi fajnak mondható. Ebben különbözik a többiektől. A csípős tejű keserű gomba a nevében is jelzi, hogy a teje is csípős, és a két fajnak a kalap felülete, mind a kettőnek pelyhes, nemezes felületről van szó, míg a fehér tejű keserű gombának annak csupasz a kalapja, és korábbi a megjelenése. Általában ilyen júniusra tehető, a koranyári aspektusban jelenik meg lomberdőkben. És érdekes módon ez, amelyiknek csípős a teje, bőséges fehér tejnedvet ad ki, ez az a ehető faj, amit különleges elkészítési móddal ehetővé teszik, valaki nagyon szereti. Azt hozzá kell tenni, hogy mindig megmarad a keserű íz, de akinek ez bejön, az szereti, aki nem, az nem fogyasztja. Egy nagyon megosztó gombafaj. Amiben még különböznek egymástól, hogy a fehér tejű keserű gomba, főleg ha idősebb, akkor ilyen sárgás-barnás foltok jelentnek a kalapján, ami már azt jelenti, hogy viszonylag idős, és már étkezésre nem ajánlott. Jó, tehát a kenyérgombák és a begyöngő szélű tölöp gomba. Hát mindkét faj mikorizás gomba. A begöngyőszélű cölöpgomba egy alattomos mérgezést tud okozni, tehát ha többszöri fogyasztás után halmozódnak fel olyan anyagok az emberi szervezetben, ami egyszer csak hirtelen ilyen nagyon erős immunreakciókat válthat ki, és időnként halálos kimenetelő is lehet. Régebben úgy tudom, hogy még elhető árusítható gombaként volt nyilvántartva régi jegyzékekben. A kenyérgomba az pedig ugye tejelő gombák közé tartozik, tehát ennek van tejnedve, fehér, eléggé ragacsos, tulajdonképpen, hogyha az ember kezét észre, utána igen erősen tapadós, és ez a tejnedv idővel bebarnul, és a lemezeken is így megjelenik ez a barna folt, ami hasonlatos lehet a begöngyő szélű cölöpgombánál láthatóan, hogyha ha megnyomjuk a lemezét, ami szintén fiatalon olyan sárgás-fehéres, mint a kenyérgombáé, akkor nagyon gyorsan ilyen vöröses-barnás lesz, tehát mind a kettőjé barnul, viszont amivel itt a lemeznél lehet elkülöníteni a kettőt, hogy a begöngyő szélű cölöpgombának a lemezeit nagyon szépen le lehet tolni a termőt, tehát a húsáról. Ugye a kenyérgombát ajánlják inkább forró olajban kisütve, kicsit olyan halszaga, halíze van, de akkor az el fog menni, hogyha felhasználjuk. Ez egy tulajdonképpen kellemes, jó gomba. Őt pedig kerüljük el a alattomos mérgezése miatt. Az, hogy a kalap széle be van göngyölve, az főleg, ha fiatal példányokat nézünk, akkor az nagyon sok gombára jellemző. Tehát amíg a kalap ki nem terül, addig az nem perdöntő. Esetleg öreg példányoknál lehet arra appellálni, hogy azért neve a begöngyölt szélű, mert idős példányoknál is lehet azért látni, hogy még mindig be van kicsit alá van csavarodva a kalap széle.
Ez ideig is már két faj volt. Hát igen, tehát a vargányát, illetve elsősorban nyári vargányát lehet összekeverni az epeízű tinórúval. Az epeízű tinórú tulajdonképpen nem mérgező, de borzasztóan keserű gomba. Tehát gyakorlatilag egy-két termőtes teljesen tönkre tudja tenni a gombás ételt. Volt már rá példa, hallottam, hogy ki kellett dobni ugyanilyen fazekastól a megfőzött ételt, és az eléggé frusztráló lehet, hogy az ember rágyúr, hogy na, akkor most mi lesz, és akkor lehet előről kezdeni az egészet. Tehát a nyári vargánya, ugye tinórú férjekről beszélünk, tehát csöves termőréteg tartó vargányáknál ugye jellemző fiatalon, hogy fehér, szintén fehér a epeízű tinórúnak is. Aztán utána nézzük, ahogy érik a spóra, ugye a vargányáknak sárgul a termőréteg tartójuk, ebben ellentétben viszont az epeízű tinórúnak rózsás színűvé válik. Tehát ez egy markáns különbség, de amikor még fiatalok, akkor fehér-fehér. A kalapnak a színe, kinézete, a felületnek a minősége az nagyjából egyforma. Tehát ha megnézitek, nagyon nehéz lenne elkülöníteni. Ami még mérvadó lehet fiatalkorban is, a tönkön lévő hálózatos mintázottság. Tehát mindenkettőnek nagy szemű hálózata van, de a hálózat a vargányán világos, akár fehéres is, míg az epeízű tinórúnak sötét hálózat van a tönkén. A epeízű tinórú az előfordulat lombos is, meg fenyőerdőben is. A nyári vargánya az a lomberdőkre jellemző faj, és természetesen kiváló étkezési gomba, nem keserű, mint a epeízű tinórú. Amit még én megjegyeznék, hogy a fiatalon, hogyha megnézzük a termőréteg tartójukat, akkor a minősége valahogy nekem az epeízű tinórúnál inkább a gesztenyebarna tinórúra emlékeztet a termőrétegnek a kinézete, mint a vargányájéra. Tehát ebből lehet még esetleg gyanús, hogy nem vargányáról van szó. Köszönöm szépen a figyelmet!